megmutatom. Megyünk együtt. Ismét megnyílt az Átkámpit 60-ban. Az egyhetes tábor az alkotásról szól. A napokban a városban vendégeskednek Hollandia, Japán és Beregszász amatőr művészei is. Kedden a tábor megnyitóját a Városházán tartották, ahol Lestján Balázs alpolgármester üdvözölte a látogatókat. Nagyon fontos a városnak, hogy legyen egy ilyen alkotó tábor, egy alkotó műhely, mint az Artkamp, és itt olyan alkotások készülnek, amik az utókor számára egyfajta sajátos nézőpontban mutatják be a várost, vagy az itt élő embereket, vagy bármi más egyébet, amit a művész emberek szeme lát. Mátyási Gábor kifejtette, hogy az Artkamp célja egymás kultúrájának megismerése, illetve az emberi kapcsolatok erősítése és a kulturális értékek bemutatása, átadása. Nagyon érdekes maga ennek a kezdeményezésnek a végigvitele, ugyanis a fő dolog az értékközvetítés, és egy olyan elv, vagy egy olyan gondolat, hogy 60-nak számtalan testvérvárosa van Európában, illetve most már Ázsiában is. Az ott élő művészeket össze kellene hívni, egyik az egymástól tanulás, egymás értékeinek megismerése, a másik 60 értékeinek megismerése, és 60 értékeinek gyarapítása. A többnapos program nem csak a folyamatos alkotásról, hanem a térség megismeréséről, a magyar kultúra gazdaságának bemutatásáról is szólt. A táborhoz idén beregszászi művészek is csatlakoztak, akik főként impresszionista stílusban alkotnak. Először járok 60 városban. El kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon értem pár évig Budapesten, és visszaköltöztünk Kárpátaljára Beregszászba pár évvel ezelőtt, úgyhogy nagy élvezettel alkotok most már otthon, mert ott a táj mindenkit megfog. Tehát először járok 60 városában, és nagyon megfogott itt ez a központi rész, mert imádom ezeket a régi stílusú házakat, amikkel itt találkoztam, na meg a templomokat. A városba érkező művészek 60-t járva szereztek ihletet, hogy azt képekben jelenítsék meg. Az alkotásokból a jövőben kiállítás nyílik. Duże krasywe miejsce podobaje się mi. Nagyon tetszik 60 hangulata, az itt lévő épületek és a természet nagyon hasonlít a mi városunkhoz, és ez inspiráló számomra. Szép helyek vannak itt, és nagyon jól érezzük magunkat. A művészek a tábor első napján leginkább a belvárosi templomot örökítették meg, de voltak olyanok is, akiket a Városháza inspirált.